Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén is a Bartók Béla térre invitálta a klasszikus zene barátait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az éjjel a magyar koncert előtt Cserpakovics András polgármester köszöntötte a zenekart és a székesfehérváriakat, majd stílszerűen következett a Térélmény című évadnyitó hangverseny, amelynek dirigense a zenekar művészeti vezetője volt. Augusztus 20-a és az egész évünkre nagy hatással van műsorpolitikánkban az Aranybullának az évfordulója. Hogyha lehet egy augusztus 20-át még magyarabbra hangolni, akkor ezt idén megpróbáltuk megtenni. Erkel Ferencnek és Kodály Zoltánnak a műveit fogjuk játszani, de még egy Brahms meglepetéssel is készülünk, ami szintén magyar hangulatban telik majd. És hát konkrétan az az András király, az a második András király szerepel a Bang Bangban, aki az Aranybullát kiadta, és nagyon nagy öröm nekünk az, hogy ebből az operából is ma elhangoznak részletek. Az est különlegessége volt, hogy a komoly zene két tündöklő tehetségű énekese is hazajött Székesfehérvárra. Zemlényi Eszter örömmel tett eleget a felkérésnek, így a székesfehérvári közönség is megcsodálhatta kivételes adottságait. Ez egy különleges alkalom nekem, hiszen Fehérvár igazán a szívem csücske, hát ide járok haza, és nagyon szeretek itt énekelni. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral különösen nagyon szeretek együtt zenélni. Rezsnyák Robit nagyon régóta ismerjük egymást, és mindig egy ünnep, amikor együtt énekelünk. Illetve hát most a koncertre való készülődés alatt jutott az eszembe, akkor döbbentem rá, hogy abban a teremben öltözöm, ott készülődök, ahol az legelső énekórám volt életemben, itt a zeneiskola falain belül, úgyhogy több szempontból is egy igazi ünnep nekem ez az alkalom. Rezsnyák Róbert számára is megadatott, hogy a zsúfolásig megtelt Bartók Béla téren hazai közönség előtt adhassa elő Erkel Ferenc örökbecsű opera áriáit. Erkel és Kodály műveiből fognak elhangzani részletek. Bang Bangból lesz a Hazám, Hazám és a Bordal részemről, és a Háriból lesz a Toborzó és a Tiszán innen Dunántúl. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint a szűnni nem akaró Taps egy világszínvonalú est végén méltó módon a Királynapok programsorozatához.